A szolnoki művésztelepen megsütik a 150 kg-os Kárpát-medence kenyerét, melyhez a határon túli magyar lakta területekről származó alapanyagokat is felhasználnak a pékmesterek. A díszszekéren lovas és táncos kísérettel a Kossuth térre szállított óriás kenyeret megszentelték és megszekték. Ez a kenyérsütési már 12 éve, hogy elkezdődött, 2011-ben kezdődött el, úgyhogy ez a 12. kenyérsütés, amiből ugye sajnos a 2020-as kimaradt a pandémia miatt, tehát a 11. alkalommal süssük most már a kenyeret Szolnokon. A Kárpát-medence kenyerét, az összetartozás kenyerét, minden elszakított ország részből van egy pék, tehát Felvidék, Vajdaság, Erdély és természetesen az anyaország és Kárpátalja. És közös munkával, közös összegyúrással meggyúrjuk a Kárpát-medence kenyerét, és szerintem egy csodálatos érzés az, hogy összetartozunk. Most az idei Kárpát-medence kenyerének nem tudjuk a kilóját se, hiszen nem az volt az idén a cél, hogy egy ilyen 300 kilós kenyeret vigyünk a színpadra, hanem több kisebb kenyeret süttünk, ilyen körülbelül 80-tól 100 kilósig lesznek a kenyerek. Úgy kell gondolkozni, hogy körülbelül a 100 kilós kenyérből egy olyan 20-30% a krumpli, ahogy mi mondjuk székelyek pityóka, körülbelül egy olyan 60-70 kiló liszt, és hozzá egy olyan 40-45 liter víz. Tehát körülbelül egy olyan 130 kilós a tészta, ami kisülve, lereszelve, az kb. Egy olyan 80-90 kilós kenyeret eredményez.